Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szanyi Tibor, az ISZOM mozgalom elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazinműsora. És akkor nézzük, hol tartunk a világba. Az örökkévaló jóvoltából 5783, Svátho 16-át írunk. Míg a polgári időszámítás szerint 2023. január 7-e van, és kedd. Nézzük, hogy mit üzen nekünk a Magyar Nemzeti Bank. Kinyitották az ablakot, friss levegő betódult, bevették a tablettáikat, kiegészítőjüket. Nem felejtik el, hogy olyan cipőt vesznek föl, tesznek föl a gyerekre, hogy ne csúszson el, na meg a szépkorúak is, ha nem akarnak mondjuk egy traumatológia osztályra kerülni. Odafigyelnek a folyadékháztartásukra, és most, amikor elhelyezkedtek a fotelba, nem kapnak szívrohamot a Nemzeti Bank közleményétől. Az euró középárfolyama fölment, 3,9326, míg az amerikai dollár 3,6636, az angol font 441,25. A várható időjárás mínusz 9 és plusz 2 fok. Kormányunk változatlanul Sopronban rendkívüli kormányülésen. A halottak száma egyre nő a török és a szíriai földrengéseken, a világ oda igyekszik, és erről részletesen a nap folyamán. Most viszont kezdjük a beszélgetést Szanyi Tiborral, az ISZOM mozgalom vezetőjével. A hétvégén több párttal tartott évnyitót, évértékelőt, ne hívja, aminek akarja. Az ön volt barátai párttársai most egy új zászló alatt, a DK zászló alatt találhatók, úgyhogy már csak ön hiányzik, és csapatai ebből a csapatból. Önnél még nem játszottak a CE király katonát? Nem. Nagy valószínűséggel nem csak én ismerem a DK-t, hanem a DK is ismer engem, és ez úgy nagyjából kizárja azt, hogy mi bármilyen politikai bonyodalomba keveredjünk. Én határozottan baloldali politikát képviselek, és ők pedig egy határozottan liberális ihletettségű politikát. Ez a kettő azért egy pártban nehezen fér össze. Meglepő volt a kongresszusuknak az eredménye, hogy mondjuk több nő van a választmányba, illetve az elnökségbe, de az elnök ugyanaz. Szerintem, ameddig a DK fennáll, létezik, addig ennek az elnöki Gyurcsány Ferenc lesz. Hát ez egy ilyen egyszemélyes mozgalom, nyilván sokan vannak még persze benne, de hát ezek ilyen, mondjuk így, hogy merő karriervágyból próbálkoznak így a erősnek tűnő ember mögé felsorakozni. Nem csak biztosítani akarják politikai jövőjüket, vagy széküket, de hát alapvetően erről van szó. Hát most, bocsánat, lehet ezt szépíteni, meg mindenféle szóvirágokat mondanak ilyen nyilatkozatokat, de tényszerű az, hogy aki kap egy ilyen üzenetet, hogy már pedig te nem leszel jelölt, hogyha nem lépsz át hozzánk, akkor az illetők elgondolkodnak. Valószínűleg sokan vannak, akik megkapták ezt az üzenetet, csak éppen nem mentek át a DK-ba, de erről nem tudunk. Arról tudunk, aki ettől az üzenettől kapta magát és átment. Van egy nagyon érdekes videó, ami az interneten újból és újból előkerül. Olyan havonta egyszer és agyon nézett videó. A fiatal Orbán Viktor miniszterelnök beszél, akkor még nem mint miniszterelnök, és idéz a szürke agyállományából az akkori szocialista pártnak, és kiemeli, hogy hát egy fiú van talpon a vidéken, akivel lehet beszélni, ugyan szocialista párt tagja, és az a Gyurcsány, és említ még valakit. Nem egészen így alakult ez a dolog annak idején, ez később tolódik így össze, mert Gyurcsány Ferenc akkor tehát nem volt az MSZP-nek a tagja. De kétségtelen ott sem. Ő nem MSZP-t, ő kiszeseket mondott, a kiszesek között. És a másik is, később államtitkár is volt, akit említ.
Igen, hát ez még a, mondjuk így az eredeti tőkefelhalmozás időszaka volt, amikor nem is kis volt az már. Új fejezet, kedves nézőim, tessék ezt a fogalmat megjegyezni. Igen, ez még a Demisznek az idején volt, és ne felejtsük el, hogy akkor Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor egy azon elnökségben ült, mert akkor úgy volt felosztva, hogy ez az új, a KISZ-ből átalakult valamibe kapott helyet az ellenzék is. Na, tehát gyakorlatilag egy azon elnökségnek a tagja volt Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, és tulajdonképpen Orbán Viktor nem ismerte annyira a háttereket, hanem összesen azt látta, hogy a Demiszben, tehát a KISZ jogutódjában ott kiket lát, és hát ezek közül ő erre tippelt. Én nem gondolom azt, hogy csak ebből a választékból lehet értelmes embereket, vagy eszes embereket kiválasztani. De hát, ő azóta is a porondon jó, van. Jó, ön is a porondon van. Az ész az egy nagyon jó dolog, nagyon fontos, hogyha van, csak hát nem mindegy, hogy mire használják. Tehát azért én azért láttam már egy-két gonosztevőt, akik egyébként roppant eszes emberek voltak. Úgyhogy ez önmagában, hogy valaki eszes ember, vagy jó vág az agya, ez azért keveset mond társadalmi értelemben. De végül mégiscsak a Szocialista Párt tagja lett, majd kivált a Szocialista Pártból, létrehozott egy pártot, ami akarjuk vagy nem akarjuk, mégis ma a legnagyobb ellenzéki párt, és ameddig van Gyurcsány, addig Orbán Viktor, és a koalíciója hatalmon marad. Ez így van. Ez nagyon sok politikai elemző írja, hogy Orbán Viktor hatalmon maradásának abszolút garanciája Gyurcsány Ferenc léte. Ennek a fogja az ország most már nem tudom, 20 éve talán, hogy ezt a meccset akarják eldönteni, hogy Orbán vagy Gyurcsány, csak hát ugye az erőviszonyok azok nagyon eltolódtak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy Gyurcsány ma már nem versenyképes. Korábban még az volt, tagadhatatlan, egyszer győzött is Orbán Viktor ellenében, ez egy nagyszerű teljesítmény volt, de hát aztán azóta csak PP-be vereti magát, nyilván megvan ebben neki a maga biznisze, tehát én azért ezt nem kétlem. Akkor jól értem, hogy ezek megélhetési politikusok, akik így ma átülnek hozzá, helyhatósági vezetők, polgármesterek, és azt állítják, hogy csak úgy tudják teljesíteni, amit a választóiknak ígértek, ha átülnek hozzá. Ez mit jelent? Ezt én nem tudom, mit jelent, ezeket tekintem én általában ilyen szóvirágoknak, ennek nincs semmi tartalma. Én azt látom, hogy nagyon sikeres polgármesterek többnyire azok, akik ugye eltávolodnak a pártlogikáktól. Tehát akiknek van annyi tartásuk, hogy ők azért tudnak ellent mondani, még akár a saját pártjuknak is. És nagyon sok olyan polgármester van, aki nemes egyszerűséggel már eleve úgy indul el, hogy nem kilép, fölfüggeszti az adott pártban a tagságát, és kvázi civilként indul. Én ezt helyesnek tartom, az önkormányzatokban nagyon-nagyon rosszat tesz az, hogyha a pártpolitika bemegy, ugyanis a pártok a másik sikertelenségében érdekeltek. Ennél fogva, hogyha az önkormányzatokba betoljuk ezeket a pártlogikákat, akkor ott, az ottani irányító testületben, a közgyűlésben mindig arról lesz szó, hogy ki hogy akar befűteni a másiknak. Ebből nem fognak a városok meg a települések különösen. Tehát akkor az ön példaképpen 6 kerület polgármestere, aki azt mondja, hogy igen, én akkor házmester vagyok, ameddig én vagyok a polgármester. Nem, nekem a példaképem az egészen konkrétan... A 13. kerületi igen, polgármester. Igen, Tóth József, aki azért egyet jegyezzünk meg. Az MSZP hosszú időn át nem tudott baloldali lenni, vagy a baloldalra visszazökkenni, mondjuk így, mert valaha azért az baloldali volt. Nem tudott visszazökkenni, de... A történelmi párt. Igen, de... Talán ön meg... De Tóth József viszont meg tudta oldani azt, hogy ő baloldali politikát, kemény baloldali politikát folytat a 13. kerületben, akármennyire is egy opportunista, liberális irányba eltolódott a saját pártja. Tehát ő most nem jogi értelmen nem, de facto teljesen függetlenítette magát a pártviszonyoktól, és ez érződik a kerület életén, működésén. Úgyhogy ő, ha példaképet kell keresni, akkor én inkább őt gondolnám. Uh-huh. Hát akkor a 6 kerületi az csak egy fiatal. Nem akarok semmi rosszat mondani, csak mondjuk lehet, hogy azért, mert nekem közvetlen tapasztalatom is van, hiszen 13. kerületi lakos vagyok, úgyhogy ezért. Hamarosan, mielőtt a hamarosan itt lesznek a helyhatósági választás az Európai Unió, mondja nekem pár mondatot, hiszen EP képviselő is volt. Mi történik a Szocialista Párt által delegált EP képviselővel, akkor ő most ott egy légtérben mozog a volt párttársaival, vagy kit képvisel akkor ő ott most?
Nem hiszem, ő tulajdonképpen nagyon szoros kapcsolatokat ápolt mindig is a DK-val. Tehát... Ő lesz a következő... Én el tudom képzelni, hogy kaphatott valami ajánlatot a DK-tól, hogy valahol a erősödő DK-nak a listáján valami befutó környéki helyet kaphat a következő ciklusra. Úgyhogy nincs légüres térő tulajdonképpen. Ez egy ilyen betegség, mint az amerikai elnököknél, hogy azok titkos okiratokat gyűjtenek és tartanak hátra. A volt EP képviselők meg hozzá vannak ragadva a székeikhez? Hát hogy nem? Azért nagyon szép dolog ám EP képviselőnek lenni, tehát látszólag azt mondják, hogy a világ legpuhább és legértelmetlebb szervezetének egyike, miközben szerintem a világ leghatékonyabb cégeinek az egyike az Európai Parlament. Nem véletlen egyébként, hogy katari, marokkói, sőt most újabban kiderül, hogy orosz politikai vonalak is keményen be akarnak oda jutni. Az EP-nek az állásfoglalásai sok esetben irányadók az egész világ számára. Tehát azért ne becsüljük ezt le, ez egy nagyon szép, fontos, befolyásos történet, úgyhogy nyilvánvalóan, de lett legyen bárki, minden politikusnak azért az az igazi kérdés, hogy újra választanak-e. Tehát az, hogy most éppen EP, vagy önkormányzat, vagy országgyűlés, ez szinte mindegy. Érdekes, a bizottság elnök nője, hogyha jól tudom, akkor ő most valami másra hajaz, meg nem erősített hírek szerint, ő NATO főtitkár szeretne lenni. Nem hiszem ezt. Bár volt már honvédelmi miniszter, volt már nőgyógyász, 7 gyerek édesanyja. Ez biztos így van. És azt mondják, hogy mint német honvédelmi miniszter, Dafke nem volt rossz. Igen, csak ugye van egy olyan hagyomány, hogy, vagy legalábbis újabban e felé ment a világ, hogy a NATO főtitkára az európai, a főparancsnok meg amerikai. Tehát ebből a szempontból európainak érve nem gondolom, hogy német lévén, tehát a legerősebb ország lenne ez kis országok szokták, ugye Norvég a jelenlegi is, úgyhogy én nem tartom ezt. De neki már az édesapja is. Hát mindegy, de akkor is kis országnak a... Ilyenkor mindig azt nézik, hogy először, hogy a kis országokból van-e valaki. Tehát ebből a szempontból még Orbán Viktor lehet, hogy jobb eséllyel pályázik, mint Ursula von der Leyen. De én nem hiszem, hogy Orbán Viktort érdekli a NATO. Az én sem hiszem, én csak mondtam, hogy ha már ilyen esélyeket kéne mondani, akkor de hát Orbán Viktor sem pályázhatná eredménnyel, mert neki meg a magatartása, meg a, hát azért az ismeretei olyanok, hogy... Jó, hát ön nem Orbán Viktor szakértő, hanem a baloldali politikusok néhai társa és barátja. Mi történik? Nem, én vagyok a baloldali politikus. Én azt mondtam. Nem, hogy én... Nem, ön maradt az a barátok. Ja, úgy igen. DK-sok lettek meg, tudj Isten. Igen. Nem gondolt még valami olyanra, hogy össze kéne szedni a nagy veteránokat, mondjuk Lendvai Ildikót, a volt honvédelmi minisztert, mielőtt a DK beszippantaná őket, mert azért ezek igazán jó arcok, hogy pestiesen. Mi nem tudunk, tehát az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom nem képes úgynevezett versenyképes ajánlatot nyújtani. Ez alatt azt értem, hogy mi csak vért, verítéket és könnyet tudunk ígérni. Tehát sok munkát. Ez azért nem túl vonzó perspektíva. Én azt gondolom, hogy nekünk bőven elég az, hogyha olyanok jönnek hozzánk, akik tiszta szívből és mindenféle karriervágytamentesen próbálkoznak a baloldali gondolatok, a baloldali értékrendnek a visszahonosításával, meg egyáltalán... Hát kedves azért... nézőim, semmi kétségbeesés, és ezt folytatjuk legközelebb. Most a beszélgetésre szánt időnk lejárt, de ha valaki könnyesre akarja magát dolgozni a baloldalért, a címe, és ez nem a hirdetés helye, az ISZOM mozgalom, és ott aztán nincs olyan veszély, hogy széket ígérnek neki, sőt, pénzt sem ígérnek neki, de tagdíjat azt fizethet, és együtt harcolhat, mint egy igazi önkéntes baloldali, lemondva mindenről, és hinni abba, mint ugye emlékeznek azokra az utopista kommunistákra, akiket Párizsba a temetőbe csak a kutyájuk kísért ki. Hogyha ezt szeretnék, akkor párizsi temetőt nem tudunk, de az ISZOM mozgalom ezt is biztosítja. Azért köszönöm, még az életben is van dolgunk. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és jövünk vissza. Tartsanak!